Üdvözlök mindenkit! Uh, mielőtt belevágnánk, szeretnék uh, két kérdést feltenni nektek. Az első, hogy uh, használ-e valaki a végzéséhez uh, személyes jelszótároló szoftvert. Most néhány példát elhoztunk, és uh, ezek uh, ismertebb szoftverek. Igen, egy, kettő, ú, uh, azért sokan. Rendben, köszönöm. A második, hogy... Uh, hát ez Kihasznált céges jelszókezelő szoftvert. Ennek az angol megnevezése Privilege Access Manager. Ö, igen. Kettő. Három. Köszönöm. Nagyjából így a mind a két kérdésnél így a társaság negyede, vagy kevesebb, mint a negyedet tette fel a kezét. Ö, itthon ezek a Privilege Access Managerek nem igazán elterjedtek, és nyilván aki ilyet használ, az mondhatjuk azt, hogy hátradőlhet. Uh, viszont a, aki személyes jelszókezelőt használ céges jelszótárolásra, uh, azért ott vannak uh, fenntartásaink, és ezt majd egy későbbi dián fogjuk boncolni, hogy miért. És ahol, hogy akinél még nem prioritás uh, a céges jelszókezelésre valamilyen eszközt bevezetni. Igazából felmerülhet, hogy jó, oké, de működik a cége, működik az informatika, miért is van erre szükség, és azt, hogy a céges jelszókezelő szoftverre miért van igény, vagy kell-e egyáltalán, azt pedig Árpi, kérlek, mondd el nekünk. Mielőtt rátérnék a válasz, vagy Bence válaszára, hogy szükség van -e egyáltalán, vagy meg vagyunk nélküle, a központ is itt jelszókezelésről szeretnék néhány szót beszélni, hogy mi is az, vagyis tudjunk miről beszélni. A központosított jelszókezelést több szempont szerint feloszthatjuk, akár az, hogy, hogy milyen jelszavak vannak. Vannak belső használatú jelszavak, külső rendszerekhez jelszavak, vagy esetleg privilegizált és rendszergazda jelszavak, a felhasználók által használt, nem annyira fontos jelszavak. Van egy csomó felosztás, ebből mi Kiragadtunk egyet, és azt mondtuk, hogy van egy struktúra, amiben céges jelszó, céges belső jelszavakat soroltunk be, és itt a belső rendszerek jelszója vagy jelszavai. Azért írtam ezt, hogy jelszója vagy jelszavai, mert ahol rendszerek vannak, ők nagyon szerencsések, a felhasználóiknak csak egy és kizárólag egy jelszót kell megtanulniuk, ez körülbelül 2010 óta hát az SSO meg nem SSO szempontok mindig változnak, hogy miért jó, meg ö, hogy lehet kompromitálni, meg mit lehet vele csinálni, de az, az biztosabban, hogy megegyezhetünk, hogy segítséget nyújt a felhasználóknak. Aztán a belső jelszavak között, amit még kiemelnék, az a rendszergazda hozzáférési jelszavai. A rendszergazda hozzáférések jelszavainál feltesszük azt, hogy minden ö, ö, rendszergazdának van egy normál munkához egy jelszava, és van a rendszer gazdai munkájához egy jelszava, legalábbis a tudomány ezt írja, hogy ezeket nem szabadnak keverni, ez a valóságban nem mindig így van. És vannak olyan rendszerek, ahova licensz problémák miatt csak egy-egy jelszót használnak, azt pedig megosztják egymással, ami persze szigorúan tiltott, de a gyakorlat nem ezt mutatja. Vannak céges külső jelszavak, amit Egyrészt tudjuk azt, hogy külső szolgáltatások, egy marketingrendszer, akár egy banki rendszerben vannak jelszavak, amit a felhasználóknak meg kell tanulniuk, vagy valahova el kell rakniuk. Itt általában nincs SSO szolgáltatás, ezért nincs segítség. És itt kiemelném még a szolgáltatói hozzáféréseket, ezekről gyakran elfeledkezünk, hogyha azok a, a mi rendszerünk jelszavai nem nálunk vannak, hanem a szolgáltatóinknál, akik egy távoli belépéssel be tudnak lépni a rendszerünkbe. Ez így rendben van, de valószínűleg, hogyha beteg valaki átadják egy másik személynek a jelszót, és akkor itt is a jelszókezelés problémája előkerül. Felszeretném hívni a figyelmet arra, és ez nem biztos, hogy egyértelmű, hogy minden felhasználónak több jelszava van még az SSO rendszerekben is. Biztos, hogy használnak külső jelszavakat. Egy, egy több felmérés volt nekünk, egy saját felmérésünk szerint egy 50 fős cégek között is 50-70 jelszót osztanak meg egymással a felhasználók, és annyi külső jelszót használnak. Itt van ez a probléma, hogy nem biztos, hogy megosztják egymással, mert nincs struktúra kialakítva, és amikor távozik a munkatárs, akkor hirtelen eltűnik a CRM rendszer hozzáférése, és utána soha nem lehet visszaszerezni. De ez, ez egy másik probléma. Arra mindenképpen figyelni kell, hogy a cégnek kell megoldani a, a jelszavak kezelését. Ö, ha a cég nem oldja meg, akkor a felhasználók biztosan meg fogják oldani. Lehet, hogy felírják a kicsetli monitor szélére most egy home office-nál nem lehet annyira nagy probléma, de az irodai munkánál igenis probléma. Egy Excel táblába rakják, szintén nem, nem annyira biztonságos, vagyis ez a cégnek, ők megoldják, a cégnek nem biztos, hogy annyira tetszik ez a megoldás, nem biztos, hogy olyan biztonságos. A központ is öltött jelszó kezelésről, Összevontan el lehet mondani, hogy milyen elvárás van. Legyen biztonságos és kényelmesen használható. Általában ezt a, a cégtulajdonosok mondják, akik a biztonságot annyira nem foglalkoznak vele, hogy ezek olyan ellentétes fogalmak, hogy tarthatatlan, de egy mérleget fel kell tartanunk, hogy a felhasználók tudják használni a rendszert, hozzáférjenek a rendszerhez, de mindenki ne férjen hozzá az ő adataikhoz, és ne, le, ne lehessen kibenjárkálni a rendszerekbe. Jó lenne, hogyha a rendszerek auditálhatóak, átláthatóak lennének, vagyis ha már a jelszavakat valahol nyilván tartjuk, akkor jó lenne a jelszavakkal kapcsolatos műveleteket is ellenőrizni, és utána meg tudjuk nézni, hogy adott rendszerhez ki mikor fért hozzá. Lehet, hogy volt hozzáférése, de vagyon hozzáférte, kivette éppen akkor a jelszavát, ez eléggé fontos dolog a későbbi vizsgálatok szempontjából. És akkor visszatérnénk rövid ötperces kitörő után, hogy kell egyáltalán céges jelszókezelő. Az előző szlájdból azért látszik, hogy ha nincs, akkor bizonyos problémákat nehezen lehet megoldani. És hogyha a cég nem felügyeli a hozzáféréseket, akkor az jogosulatlan hozzáférést okoz valakinek a címlistája kikerül az internetre, a felhasználó, aki nem olyan biztonság tudatos, ugyanazt a, felha, a user nevét, jelszavát használja egy felhő alkalmazásba, egy chat alkalmazásba, mint amivel a cégnél lép be, mondjuk a távoli belépéssel, ez eléggé sérülékeny, sérülékeny hozzáférés, mert ugyanebben a, a user név jelszóval belépnek a, az ő nevében a rendszerünkbe. Vagyis itt beszéltünk egy adatvédelmi kockázatról, nézzük működési kockázatok. Itt egy csomó van, ez csak egy zsarolóvírust kiemeltem, mert az elmúlt három év az a zsarolóvírusoknak elég felfelé ö, ö, menő tendenciája van. És most már büszként mondhatjuk, hogy Magyarország is érintett a, a zsarolóvírus támadás elviselő nagy hatalom vagyunk hogy százmilliós és milliárdos károk vannak abból, hogy egy zsaroló vírus több napra, hétre, hónapra egy logisztikai láncot működésképtelenné tesz. És én személyesen nem mondom, hogy szeretem a zsaroló vírusokat, azonban professzionális szerkezetek, és elmondanám, hogy hogy, 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 hogy működnek. Úgy van, van, egy vírus, ami betelepül a rendszerbe, elkezdi a forgalmat ö, figyelni, majd utána különböző információkat összeszed. Például felméri azokat az Excel állományokat, vagy text állományokat, ahol user szamak vannak. Azt is felismeri, hol a user szó. Ezzel a user szóval megpróbál belépni a rendszerekbe. Ha belépett a rendszerbe, akkor már nem is kell tovább ö, nagyon víruskodnia, mert akkor megvan a hozzáférés, Mindent lokkolni tud, és akkor előáll az a helyzet, hogy fizessünk, hogy visszakapjuk a rendszerünket. Találkoztunk egy-két ilyen rendszerrel, és de ekkor egy. Jó informatikus azt mondja, nincs probléma, visszaállunk a mentésből és, és megyünk tovább. Na, egy jó zsarolóvírus esetén ez nem működik, mert egy zsarolóvírus ez három-hat hónappal az aktiválás előtt a mentés már tönkre teszi. Nem veszük észre, de az a mentés már kódolt, azt visszaállítani már nem lehet. Hogy uh, itt is valami olyan pont kell, ahonnan, uh, hogy ne, ne, ne egyszerűsítsük a, a, a munkájukat. És van egy másik itt a büntetés kockázata, ami itt a GDPR NIS 2, ahol elég jelentős büntetési tételek vannak. Mondanám azt, hogy egy, egy nagyobb szervezet, vagy akár egy kisebb is, a szabályzóknak való megfelelő gazdasági számítást végez, kockázatelemzést, és megnézi azt, hogy érdemese ezt a kockázatot elhárítani, vagy kifizeti a büntetést. Egy más terület, mondjuk egy MMB és ilyen 10 milliós büntetést, ami évente kifizet egy cég, az lehet, hogy érdemes kifizetni, és nem, ne, nem megoldani. A GDPR és NIS 2-nél jóval nagyobb büntetéstételek vannak. Magyarországon is már van 100 milliós kiszabott büntetés. Rövid összehasonlítás, hogy, hogy mi a különbség, vagy a, a választási. Ö, szempontok egy céges és egy személyes jelszó kezelő között. A, az első a nagy rendelkezési állás. A nagy rendelkezési állás, ami azt jelenti, hogy ha a jelszókezelőbe tartjuk az adatainkat, akkor előállhat olyan helyzet, hogy a jelszókezelő nem működik, akkor a felhasználók nem tudnak belépni a rendszerekbe. Ha nem tudnak belépni a rendszerekbe, az jelentős kárt okoz a cégnek. Ez mondjuk 500 ezer, 5000 felhasználó esetén már tényleg probléma. Itt ezt mindenki látja, hogy mindenképpen hibatűrő megoldás kell, valamilyen klaszterrendszer, hogyha az egyik kiszolgáló szerver megáll, akkor legyen egy másik kiszolgáló szerver. Ez a személyes jelszókezelőknél nem, nem megoldott. A a másik, ami nagyon fontos, az automatikus jelszócsere. Automatikus jelszócserejénél két fő szempont van. Az egyik az, hogy a céges jelszópolitika és jelszószabályzat alapján a jelszavakat megadott gyakorisággal le kell cserélni. Ezt a cserét az informatika végzi, nem, nem túl jó feladat, mondhatnám picit nagyon unalmas, néhány hónap után ez ellaposodik, a cserék nem történnek meg, ki fogja ezt ellenőrizni, meg volt-e a csere, nem volt meg, az auditor valamikor is ellenőrizni fog, ő meg fogja találni, ha nem volt csere, és val val valamit fog a jegyzőkönyvbe írni. Ez az egyik, hogy vegyük le az informatika válláról ezt a dolgot, Cserégesse a gép, ő nem fogja megúdni. A automatikus jelszócsere másik nézőpontja pedig a biztonság. A biztonság az, hogy egy felhasználó hozzáfér egy jelszóhoz, kiveszi a jelszótárból, mondjuk egy személyes jelszótárból. Kiveszi a jelszót, felírja egy cetlire, aztán utána ő bármikor be tud lépni evel a jelszóval. Egy palm rendszer esetében, ha megkapja a jelszót, és használja, akkor a, beállított, a beállítások szerint néhány percen vagy órán belül az a jelszó meg fog változni. Vagyis neki van egy cetlie, arra fel van vésve, hogy mi a user név jelszó az adott rendszerre, de már nem fog belépni soha többet, mert a jelszó megváltozott. Vagyis ez a biztonság. Jogosultság, kezelés, különbségek. A nagyon fontos különbség az, hogy hogy mindenképpen egy komplex jogosultságkezelő rendszer kell, amiben vannak csoportok, felhasználók, ezek kombinációja, a tiltások, engedélyezések beállíthatók, elég sok jogosultság, típus kell hozzá. Például az, hogy a felhasználó megnézhesse a, a, a jelszavát, vagy csak beléphessen a rendszerbe, anélkül, hogy látta volna jelszót, és bármikor tudása lenne arról, hogy mi a jelszó. Itt fontos, hogy egy hatékony jogosultságrendszerünk legyen. A következő az auditálhatóság, az pedig már itt beszéltem róla, hogy ki, mit, mikor csinált, és hogy lehet ezt ellenőrizni. Egyrészt lehet a logokból, ezt nagyon szeret, megint az informatikusok szeretni szokták, hogy néhány gigabyte, terabajtot át kell nyálazniuk, hogy ott, ott mi történt. Nem lesznek tőle boldogok. Erre kitalálták a SIEM rendszereket. A SIEM rendszerek figyelik a logokat, különböző eltérések esetén riasztásokat küldenek, vagy akár kapcsolódó rendszereket is leállítanak vagy indítanak. Ö, ezekhez a SIEM rendszerekhez valamiféle, igen, a SIEM és nem, nem, nem CIEM, hanem ezek SIEM rendszerek. A SIEM rendszerekhez valamiféle konnektor kell, hogy az adatokat a, a PAM fel tudja küldeni. Ez is fontos, hogy legyen kapcsolatunk. És ö, visszadnám a szót, hogy, hogy ö, van nekünk egy saját fejlesztésű PAM rendszerünk, hogy miért is jó. Köszönöm. Igen, tehát, hogy felsorolnék néhány olyan előnyt, ami tulajdonképpen a hazai piacon versenyképessé teheti a passzmant. Az egyik az... Opa, az egyik az, hogy minden olyan ö, funkcióval rendelkezik, amit ö, ö, RP már előbb elmesélt. Tehát, hogy ezek a minden olyan, ami egy Privilege access manager top szoftvernek rendelkeznie kell. On-premise és ö, Cloud, ö, tehát felhő alapon is üzemeltethető. Azt is még kiemelném, hogy hoppá, igen. Mert ö, ugye magyar fejlesztésről van szó, hogyha tehát ez azt is jelenti, hogy magyar kezelőfelület is jár hozzá. Egy hazai felhasználónak ez nagy előnyt jelenthet, illetve a támogatás, oktatás is zökkenőmentesebbé, zökkenőmentesebb lehet. És ugye az a nagy problémája ezeknek a PAM megoldásoknak, hogy hazai piacról nézve elég drágák, és amiket az előadás elején mutattam, a Gartner legfrissebb adatai szereplő, tehát amiket a Gartner jegyez ilyen top szoftvereként, azoknak nagyjából így, azoknál ilyen 60-70%-kal olcsó megoldása a Passman és hogyha esetleg valaki a jövőben ilyen Privilege Access Manager szoftvert szeretne bevezetni, akkor bátran ajánlom, hogy vegyék figyelembe a megoldásunkat. A megfelelésekről csak annyit röviden, hogy teljesen GDPR kompatibilis megoldásról van szó, nem tárol személyes adatokat a felhasználókról, és látható, hogy más szabályoknak is megfelel. És ugye a passzmanon keresztül úgy is bejelentkezhet a felhasználó egy célrendszerre, hogy nem is láthatja, nem is nincs joga kivenni a felhasználó névjel szópárost, párost. És a következő videó tulajdonképpen egy ilyen Windows célrendszeren mutatja be, hogy ez hogy történik. Tehát látszik, hogy szinkronban van a célrendszer, és tulajdonképpen csak egy kattintással belép, és nem, tudod, nem is vett ki semmilyen felhasználó névjel, szó párost. És mindez úgy történik, hogy a yeah, munkamenet rögzítés aktív, úgyhogy visszakövetheti az admin. Az admin nyilván az adminok bejelentkezését is figyeli, tehát visszakövethető, hogy ki, mikor, hol, mit csinált. illetve egy kényelmi funkciót is megmutatnék. Ez tulajdonképpen annyi, hogy a felhasználó a webes rendszerekre Na. Félautomata módon és automata módon is bejelentkezhet. Van egy webbővítménye a passzvannak, ahol ugye ezeket lehet engedélyezni, és hogyha a felhasználó felkeresi azt a célrendszert, a webes targetet, ahova szerette bejelentkezni, akkor a félautomata megoldásnál felkínál egy ikont, ami tulajdonképpen ezután, ha kiválasztjuk a fiókot, amihez hozzáférhetünk, automatikusan bejelentkezik. És a másik megoldás pedig az, hogy a folyamat teljesen automatikus, ezt is nyilván engedélyezni kell. És nem kell semmit keresgetni a felhasználónak, nem is kellett sehova kattintania. És akkor még lenne egy ilyen összegzés, megjavaslatok, amit szintén Árpi fog <laughs> elmondani? Akkor gyakorlatilag megismételjük, hogy mi volt. Ha a jelszókezelés nem megoldott, akkor keressedek minket, mert úgy gondolom, hogy árérték arányban nagyon jó megoldást tudunk, gyorsan bevezethető megoldást, ahol eddig ez nem, nem volt megoldva, ahol van jelszókezelő szoftver, megint ajánlom magunkat, mert ö, tudunk migrálni és importálni ö, személyes jelszókezelőkből adatokat egy kicsit más, hogy fogy, fog működni, és tényleg van funkciókat, tudtok használni. Ahol van céges és jelszókezelő ö, szoftver, ott már nem tudom magunkat ajánlani, már megvették, azonban amikor majd hosszabbítás, meg frissítés, meg bővítésről van szó, akkor megint ajánlom, hogy egy árajánlatot kérjetek tőlünk, hogy hát ha érdemes átállni. Most van egy olyan akciónk, a most az, az, az egy, egy, egy ideje, hogy ha valaki átáll és minimum, mint egy éves előfizetésünk van, egy évet vesz, akkor ha jelenleg van akár egy két éves előfizetése, a két évre ingyen odaadjuk mi a szoftverünket, hogyha a másik szoftverről át akar állni és mondhatnám piros-fehér-zöld, a kollégám nem emeltek, én fontosnak tartom azt, hogy még egyszer magyar szoftverről van szó, is, ha, ha vesztek, akkor ez magyar termék, és akkor még a, a külkereskedelmi egyenleget is javítjátok, hogyha ez a beszerzés megtörténik. Nem kell importálni a kifejezetten rága szoftvereket, és egy perc letelt, ha valami kérdés van, akkor arra már nincs idő, de, de utána a, a szünetben áll, állunk rendelkezésetekre, és a paszman.co, és nem com, hanem co weboldalon minden információt megtaláltok, 30 napos trial verziót is tudtok regisztrálni, mind on-premise, mind cloud verziót, és köszönöm szépen.